Rába folyó Alsószölnök felett éri el Magyarországot. A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségéhez tartozó szakasz itt kezdődik, és a Nicki dúzdasztóig tart. A folyás irányjal szemben próbáljuk követni kanyargós útján ezt a vadregényes folyót. Nicknél jelenlegi helyén 1932 óta áll a már több felújításon is átesett dúszasztó, melynek hatása 4 kilométeren keresztül érezhető a felvizen. A mű felett közvetlenül három, az első horgászható állásoknál 2 méteres a mélység. A part 45 fokos szögben tör lefelé, majd lassan mélyül a meder közép felé, melynek iszapos ajzatát kisebb mélyedések teszik változatossá. A rakós és a könnyű fenekező pályája ez, ahol nem egyszer csónakos horgászok is felfeltűnnek a folyó hátán. Ezen a meder szakaszon egyre több helyen fordulnak elő gödrök, akadók, uszadék torlaszok. A kép természetes, ősi jellegű, ideális horgászállásokból, szinte fülkékből próbálkozhatunk közepes erősségű, visszatartott úszós szerelékkel vagy fenekezve. A Rába erterein nagyobb erdőségek húzódnak, főleg a folyó jobb partján. Az erdők faállománya vegyes. A törgy, juhar, éger, akác, fűz, nyár mellett más fafajták is megtalálható. Az ártéri erdőkben elsősorban őz, szarvas és vaddisznó honos. Nagyon sokféle mezei és erdei virág is nyílik a környéken. Ősszel a folyópartot a nagy mennyiségben nyíló őszi kikerics tesz csodálatossá. Tavasszal a hóvirág, tőzike, gólyahír virít az erdőkben és réteken. Sárvár előtt a Gyöngyöst fogadja magába a Rába folyó. A Rába mente élővilága rendkívül változatos, mivel kontinentális és mediterrán hatások egyaránt éri. A réteken, ligetekben és a nedvesebb területeken számos ehetőgomba szedhető. A ligeterdők jellemző növénye a kocsányos tölgy, a magas kőris, a közönséges gyertyán a juhar, a kökény és a galagonya. A szárazabb és nedvesebb területek határán nagyon gyakori az enyves éger, a Rába holtágai mellett pedig a hamvas éger. A Rába és az őt tápláló patakok közvetlen közelében kialakult nedves réteken számos ritka növényfaj él, és az egysejtűektől az emlősökig több ezer faj képviselteti magát.
Ikervárnál újabb duzzasztó épült a Főmederben, a műcsatorna végén pedig a Magyarországon elsőként épült vízi erőművön zuhog át a folyó ide terelt víz tömege, hogy később a Csörnöc-Herpenyő patakkal kiegészült ág visszatérjen az eredeti medréhez. Az ikervári műcsatorna egyidős az ikervári erőművel. Az 1896-os műtárgy turbináira a Rába vizét 4,5 km hosszan vezeti, az eleinte természetesen kanyargós, majd az ikervári közúti hídtól több mint 2 km hosszan nyílegyenes, függő falak közé szorított üzemvíz csatorna. Ez az utóbbi rész sikeresen debütált versenypályaként a 2005-ös országos egyéni bajnokság nyugati elődöntőjén. Az itthon unikumnak számító csatornafajta egyenletes 3 méter mélységű medrében gyorsan áramlik a víz. A közúti híd alatti egyenes, jól megközelíthető rész csak a bal partról, a híd feletti változatos nehéz szakasz mindkét oldalról horgászható. Visszatartott úszós készséggel, féderrel érdemes itt próbálkozni. A műcsatorna fal melletti rész akadós. Itt nagy eséllyel számíthatunk süllőre. A középső sodorvonal átlagosan 2 kg körüli márnákat rejt. A Rába Nyugat-Magyarország legjelentősebb folyója ökológiai folyosóként köti össze az Őrség és a Kisalföld eltérő jellegű változatos tájai. Ausztriában 1200 méter magasságban ered. Magyarországot Alsó-Szölnöknél éri el 228 méteren. Teljes hossza 322 kilométer, melyből 211 kilométer alkotja magyarországi szakaszát. Vízgyűjtő területének háromnegyede az országhatáron belül terül el. A Rába folyó vízgyűjtő területe kiterjed a Steyr-Alpok déli lejtőire, az Őrség dombvidékére, a Vasi hegy és a Kemenes hát észak-északnyugati oldalára, a Kemenes alja, a Sokorói halomvidék, a Keszthelyi hegység északi, a Bakony északnyugati lejtőire, valamint a Kisalföld és a Fertőtó vidékére. Jelentősebb mellékfolyói a Lapincs, a Pinka, a Sorok, a Gyöngyös, a Répce árapasztó csatorna, a Herpenyő és a Marcal.
Különböző hosszúságú csendes nyugodt szakaszokkal is lehet rendszeresen találkozni. Ezek a részek úgy alakultak ki, hogy valamikor fenékzátonyok képződtek, amelyek rendszerint megfogtak egy-egy úszadékfát, amire aztán hordaléktorlaszt rakott a víz. Ezeken a zátonyokon és mögöttük mindig nagy a meder esése és gyors a vízfolyás. Körmennél érkezik a Pinka balról. Itt is találunk egy duzzasztót erőműves csatornával. Majd következik a sekélyvárosi szakasz. Utána már igazi vadvízi folyóformát kezd ölteni a Rába. A Rába mentén 73 kis tó is található, többségük a folyó lefűzött holtága. A vízfolyása jellemző, hogy a szeszélyes árvizek tavasszal, míg a kisvizek nyár végén jelentkeznek.
a vízszintje órák alatt akár méterekkel emelkedhet. Igaz azonban az is, hogy amilyen gyorsan árad, ugyanolyan gyorsan apad is a víz. A Rába víz hőmérséklete hideg, csak a hosszantartó napsütéses nyári napok hatására emelkedik 20 Celsius fok fölé, kárpótlásul viszont tiszta vizet nyújt. A Rába kanyarjait erőteljesen építi és rombolja, zátonyokat és szigeteket mos el és alakít ki új helyeken, partrészeket és fákat dönt be a mederbe. Áradáskor uszadékot szállít, és apadáskor uszadéktorlaszokat alkot. Ettől lesz kiismerhetetlen és romantikus a Rába, még a vizét gyakran járóknak is. A Rába romantikájához az is nagymértékben hozzájárul, hogy sűrűn benőtt erdőrészek között kanyarog a folyó. A dús aljnövényzet miatt sok helyen nem lehet legyalogolni a Rába partra, csak vízről érhetők el a szigetek, öblök, holtágak és homokpadok. A keskenyebb folyószakaszokon az erdők fái szinte összehajolnak a meder fölött, csodás zöld sátorral borítva a túrázó. Másút magas partok között csobog a folyóvize, és az ember szeme előtt végzi a víz romboló és építő munkáját. Magyarlak Csörötnek magasságában ismét egy duzzasztó és erőmű állja útját a folyónak. Mellette találjuk a 2,5 kilométer hosszú műcsatornát. A Rába vasi szakaszára jellemző az állandó vízszint és a csodálatos vadvízi környezet. A folyónak változatos arculata van, köszönhetően a rendkívül sok kanyarnak és műtájtnak, melyekkel útja közben találkozik. Általában sekély, de több kilométer hosszú duzzasztott szakaszai és üzemvízcsatornái mély részeket is rejtenek,
A Rába folyó teljes vasi szakasza 790 hektár, és közel 140 km hosszan kanyarog a megyében. A folyó szélessége 20 és 50 méter között változik, átlag mélysége pedig 2-3 méter. A jellemző fenék viszonya kavicsos, sóderes aljzat, de néha találkozhatunk iszapos területtel is. Szent Gotthárdnál visszaduzzasztott, hangulatos szakasz kezdődik, amelynek széles, tükrösből induló keskeny alvize a Lapincs-patakkal megerősödve táplálja a magyar laki erőművet. A folyóban 53 halfaj található. Ezek közül jellemző a márna, a paduc, a domolykó, a dévérkeszeg, a ponty, a balin, a süllő, a csuka és a harcsa előfordulása. A környezetvédelmi munkának, a folyóparti üzemek ritkulásának köszönhetően egyre gyakrabban találkozhatunk védett halakkal is. Köztük a selymes durbincsal, a tarkagéppel és a leánykoncérral. A folyó természeti adottságainak és a környék festői szépségének köszönhetően nem csak a horgászoknak, hanem a családi vagy baráti kajakkenu túrák kedvelőinek is kiváló lehetőségeket nyújt.